kedvenc pszichomókusomtól hozok egyetlen egy kijelentést, amit imádok. Erről mi rengeteget beszélünk. Attól még, hogy valaki jól viseli, nem azt jelenti, hogy könnyű. Jaj, de szép. Meg ez nekem Erős azt kö... vagy. Igen, meg és megint hozom az amerikai modalitásomat, ugye azt szoktuk mondani, hogy minden, ami neked igaz, az könnyed és teres. Azaz, amikor így minden porcikáddal érzed, hogy az neked egy teljes testes igen. Erre is van egy angol kifejezés, ez a full body yes, amikor tényleg a fejed bubjától a lábujjad hegyéig tudod, hogy az a pasi, az a ruhadarab, az a munka, az az utazás, az így, oh! Aztán ennek megvan az ellentéte, amikor az egy hell no, tehát biztos, hogy nem. De nagyon sokszor azt hisszük, hogy minden, ami nekem igaz, ami nekem könnyű, amiben így megyek, az egyébként könnyű is lesz a szószoros értelmében. És akkor erre szokott az a példa lenni, tessék például, te leszel most el példám, tehát amikor benevezel a következő 35 kilométeres teljesítmény túrádra, az neked egy könnyed, egy könnyű, egy teres, egy igaz választás, mert neked az úgy benned van, az egy teljes testes igen. Egyébként könnyű a fizikai értelemben lenyomni a 35 kilométert hegyen völgyön át mondjuk 40 fokba? Nem feltétlenül, sőt. Tehát ott azért az izzadság cseppek gyöngyöznek, a verlid néha begörcsöl, hogyha nem figyelsz megfelelő módon a, nem is tudom, az ásványi anyag utánpótlásra, akkor nagyon szépen felborulsz a végére. Tehát, hogy itt a könnyű meg a könnyed között azért én tennék különbséget. Én még azért ráfűznek egy picit, hogy ezt mindenki futtassa már le magában ezt az egy mondatot, hogy attól még, hogy szólt, még egyszer előveszem, tehát attól még, hogy valaki jól viseli, nem jelenti azt, hogy könnyű. Ezt így mindenki futtassa le, amikor elkezdni mondani, hogy erős vagy, meg teher alatt nő a pálma, és akkor is, amikor tanácsot ad, mert arra hajlamosak vagyunk, hogy a saját magunk könnyedségeiből induljunk, és azt mondjuk, hogy ez lesz a tuti neked, és a másik meg ott áll, és lehet, hogy csak egy kilométer, idézőben csak egy kilométert kéne mennie, futnia, ami nekem semmi, és neki meg az életét jelenti, hogy kifutja ott a belét. Tehát hányszor meg hányszor vannak ezek a kéretlen jó tanácsok, ugye a pokolba vezető út is oda van kirakva a jó tanácsokkal. Meg a sárga út, ja nem az más.